az ezred év után, valamikor 1000 osztályékán megalapította itt ezen a vidéken a bihari püspökséget. Majd Szent László áthelyezi ide Nagyváradra. Igaz, ő már előbb itt Váradon templomot épített. A nagyasszonynak van a hűséges lovagja, katonája, és a nagyasszony tiszteletét terjesztette népünknek a körében, amikor majd ezt a székesegyházat 1752-ben felépített, illetve elkezd építeni Gróf Forgács Pál váradi püspök, akkor ő ezt a, mi már ez a negyedik székesegyháza Nagyváradnak a 1000 év alatt, mióta fennáll a püspökség, Szent László összefordul tulajdonképpen Nagyváradban. Mi elsősorban őt tiszteljük és szeretjük, mert a püspökséget általán megalapította itt. És ugyanakkor ő tulajdonképpen a városnak az alapítás, a mostani városfurai ezt nem nagyon szívesen beszélni és szívesen hangsúlyozzák, vagy nem is beszélnek róla, vagy mást mondanak. Aki a törvény szerint intézi dolgokat.
válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancsot nyugszik az egész törvény és testében legyen tiszta, lelkében legyen fényes, szívében pedig legyen bátor.